Sziasztok! Ez egy XCOM 2 végigjátszás lesz legendári fokozatom, egy kicsit rendhagyó módon. 20 évvel ezelőtt jöttek az idegenek a Földre. Akkor megpróbáltuk felvenni velük a harcot a XCOM által. Ez sajnos elbukott. Azóta gyakorlatilag a jótevő szerepében tetszelegve átvették a hatalmat a Földön. Ők irányítják a kormányzattól kezdve a médián át a, hát a fontosabb dolgokat, és ezáltal próbálják elérni titkos céljukat, amit nyilvánvalóan nem kötnek a nagyvilág orra elé. Azonban, mint mindig, akad légy a levesben, és itt kezdődik a játék, itt kerülünk a képbe, hogy a parancsnokot annó elfogták, az XCOM-nak a parancsnokát, akit most megpróbálunk kiszabadítani, egyfelől azért, mert hát ne sínődjön már az idegenek fogságába, másfelől pedig azért, mert hát meglehetősen nagy taktikai zseni, és tőle várjuk azt, hogy irányítása alatt sikerre visszük az XCOM projektet. Ahhoz, hogy kiszabadítsuk a parancsnokot, először egy figyelemelterelő akcióra van szükségünk, amellyel az idegenek, azaz az advent erőit el tudjuk vonni a létesítménytől, ahol a parancsnokot fogva tartják. Erre a feladatra 4-en jelentkeztek, az ő vállukon fog nyugodni az egész XCOM projektnek a sorsa. Természetesen segítünk nekik az akciót sikerre vinni azáltal, hogy a központból megfelelően irányítjuk őket. Akkor indul a kapunyító bevetés. Cél az összes ellenséges járőr likvidálása, illetve a szobor felrobbantása. Ahhoz, hogy ez sikerüljön, megpróbálunk minél jobban lopakodva közelebb kerülni az idegen járőrhöz, lehetőleg úgy, hogy minél több emberünk maradjon magaslati pozícióban. Na, meg is vannak az első idegenek. Gyakorlatilag, hát elég szépen tele van a szobor környéke. Ez rögtön, hát minimum két patrol. És az egyikben nagyszerűen van rögtön szektoid is, ami hát nem fogja megkönnyebbíteni a dolgunkat. Meg fogjuk várni, hogy eltávolodjanak egymástól. Semmi esetre sem kezdjük el addig az akciót, amíg ezek így egy kupacban vannak. Ez lesz az első patrol, amit megpróbálunk likvidálni. A terv az nagyjából az lesz, hogy fönt célra tartanak, kivárnak, és egy gránáttal fogunk beköszönni hozzájuk. Mert 4 HP bárjuk van, a fegyverünk az meg kb. 3-tól 4-ig sebez, úgyhogy... úgyhogy meg kell próbálni a lehető legbiztosabbra menni. Na lássuk. Jó, eddig jó. És gyönyörűen le is szedték őket. Fú, hát azért izgultam rendesen, de az első patrolt azt gyönyörűen sikerült elintézni. Most az lenne a legmenőbb, hogyha a másik patrol fogná magát és belesétálna szintén egy örködésbe. Avagy azzal tudnánk kezdeni a kört, hogy ők sétálnak, meg rommálőjük őket. Position confirmed.
Come get some. Moving to Overwatch. Confirmed. I'm on it. There's something out there. Hiába, nem jönnek, úgyhogy muszáj lesz nekünk előrébb mozogni és becserkészni őket. Hát ez a rosszabbik verzió, de hát muszáj, úgyhogy előre fiúk, lányok. Oké, találtunk még egy patrolt. Ez nem a szektoidos történet, hanem egy teljesen másik. Úgyhogy hát roppant óvatosnak kéne lenni, hogy a szektoidék közben ne kerüljenek elő, mert akkor full a zsákba visszük haza a csapatot. Legjobb lesz, ha kicsit visszavonulunk full fedezékbe, és megpróbáljuk belecsalni őket egy záró tűzbe, hát ha beválik. Mire jutunk ezzel? És elbassza. Hát belerógott a kalap a szemébe, basszus. Jó van, semmi baj. Végül csak mind a kettő baszta el. Ez nem sok. Easy. Legalább minket se lőttek le, az egy jó hír. Megpróbáljuk korrigálni itt a képmiszt. Jó van, a kezdeti balfaszkodás után azért szépítettek a lányok. Hát ezek bebizonyították, hogy mégiscsak tudnak lőni. Azért az egy gyönyörű lövés volt. Maradt még egy szerencsétlen. Azt valahogy ki kéne likvidálni. Anélkül, hogy még mindig rábukkannánk a szektoidos patrol maradékra. Halljuk, hogy arra mászkál, de persze nem mer közelebb jönni. Pedig az lett volna a fantasztikus, hogyha az is megpróbál támadni és belefut egy golyóba. De hát azért ennyire nem hülye ő se. Megpróbálunk közelebb osonni. Nagyon fontos, hogy egyszerre ilyen egy, esetleg két emberrel mozgunk, mert hát lehetnek még itt azért meglepetések. Hát eddig nagyon szépen szerepel a csapat. Mondhatni,
mondhatni, hogy kiváló, ezt így kéne tovább. Na, ott bújtak, nem tudom, kávézóba, megvan a szektoidos patról. Rögtön ismerkedés gyanánt pofán is lőttük, nagyon helyes. De hát borzalmasan sok HP-juk van. Most kell, hogy összekapja mindenki magát. Ezt még megcsináljuk fullosan Frankóra, és győztünk is, szerintem. Ez talán a legjobb dolog, amit csinálhatott a szektait, hogy föltámaszt egy zombinak valót, illetve egy holttestet zombinak. Ezzel gyakorlatilag nyertünk egy kört. Most viszont muszáj valahogy kinyírni a szektaidon. Mindent bele adunk. Gránáttal kitakarítjuk a fát, azaz a fedezékét, illetve sebzünk is rajta egyet, az kezdésnek jó lesz. Azt kell, hogy mondjam, ezek tudnak valamit, gyönyörűen kilőttem. Jó, hát persze a szervezés is tökéletes volt a lövéshez. Virágot az öltözőbe. Na, még két emberünk van, akit likvidálni kell. Ahogy a régi XCOM mondás is tartja, kalapban nem lehet hibázni. Ha jól gondolom, akkor az utolsó célpont következik. Simán ráfutunk, hátba lőjük, megdöglik az, nem lesz gond. Sajnos a fegyvere viszont nem sebzett eleget, de semmi baj, mert korrigáljuk a hibát. És persze még össze kéne szedni a lootot is a földről, mielőtt robbantjuk a szobrot. Picking up any inbound contacts. Scanners are clear. Minus 1-5, we have a limited window to act before admin responds. Jól gondoltam, nincs is több advent. Úgyhogy összeszedjük a lootot, pakolunk, megyünk haza. Ilyen egy tökéletes bevetés gyakorlatilag. Nagyon ügyesek voltak a lányok. Copy.
Menace 1-5, we have a limited window to act before Advent responds. We need to get those charges planted on the table. Felpattintjuk a gránátot és mehet a tüzi játék. Menace 1-5, rendezvous at the extraction point. Status confirmed, squad is clear. Detonating charges. Megvolt az első bevetés teljesen sikeresen. Úgyhogy sikerül kiszabadítanunk a parancsnokot is, illetve nyilván az újoncok előléptetést kapnak, úgyhogy megszületik az alapcsapat gyakorlatilag. Ez lett volna nagyjából az első epizód. Még annyi, hogy lekraftolunk egy villanógránátot, soha életemben még nem használtam, de úgy érzem, hogy szükség lesz minden kis pluszra, úgyhogy ki fogjuk próbálni. Szembevilágítunk egy alient, hát hogyha mellélő. Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, ha nem tetszett, akkor nyugodtan diszlájkoljátok, és nem sokára jelentkezünk a második résszel. Lehet tovább izgulni a szupercsapat kalandjaiért, hogy meddig maradunk életben, avagy legyőzzük-e az idegeneket. Mala voltam, sziasztok!